49 éve szinte változatlan felállásban játszanak együtt a Vujčić együttes tagjai, akik idén is megtartották hagyományos szentendrei nyári koncertjüket a Teátrumban. A zenekar 1975 óta a város emblematikus helyszínein ad koncerteket, Vujčić Tihamér nevét 1976-ban vették fel. Amikor elkezdtük Pomázon egy táncegyüttes kísérleteként a munkát, akkor nagyon lelkesen, mivel hogy Pomáz összes nemzetiségének kultúráját képviselt ez a táncegyüttes, mi is tanultunk szlovákot, természetesen magyar népzenét, szlovákot, svábot, és cigány darabjaink is voltak, sőt román népzene is, mint hazai nemzetiség. Aztán egyszer csak ráébredtünk, hogy mindben nem lehetünk annyira elmélyültek és annyira specialisták, mint a délszláv népzenében, hisz ott a környéken, Pomázon, Szentendrén, Csobánkán, Budakalászon, főként a szerbek, de hát itt Szentendrén, a dalmát kultúra nagyon erős, és aztán elkezdtünk az ország más részeire is járni, gyűjtöttünk is, régi felvételekről is gazdagítottuk a repertoárt. Természetesen nagyon fontos volt életünkben, hogy Vujčić Tihamérrel is volt személyes kapcsolatunk, úgyhogy ez aztán ráállított erre a pályára, és amikor a Ki mit tud beneveztek minket egyébként épp Szentendrén a Műöldési Ház, szinte a tudomásunk nélkül benevezett minket a Ki mit tudra, aztán ezt végigcsináltuk, és amikor ezt meg is nyertük, akkor egyértelműen eldőlt, hogy ezt a kitaposott ösvényt kell folytatni, és ez megy most már lassan 5 évtizede. Az együttes számára a kezdetektől fontos a szerb és a horvát népzene, valamint a hagyományőrzés. A jelenlegi felállásban Borbély Mihály, Börcsán Miroszláv, Eredics Áron, Eredics Gábor, Eredics Kálmán, Szendrődi Ferenc és Mihó Attila játszanak. Többen már a zeneiskola óta ismerik egymást. Szombaton a Városháza udvarán 6-an álltak színpadra. Ragyogó tanáraink voltak a hosszú évtizedek alatt. Valamennyien a Szentendrei Zeneiskolában kezdtünk, vagy itt Szentendrén, vagy a pomázi kihelyezett tagozaton. Fantasztikus tanári kar volt az 1960-as években és a 70-es években is, aztán mi legtöbbünk a fúvózenekarban is játszott, itt Papp Tibor volt a mesterünk, aztán a Konziba főiskolán tényleg olyan fantasztikus tanárok adták át a tudásukat, és ez volt bennük, hogy ezt tovább kell adni, akár ha tanítunk, mert szinte mindannyian tanítottunk, vagy tanítunk még most is, vagy az ifjabb generációnak valamilyen módon segítünk, tehát néha közvetve, néha tanácsokat adunk, néha repertoárban segítünk. Tehát ez a fajta átadás és ez a fajta továbbadás, ez egy fontos misszió a mai világban, amikor az emberek közötti közlekedés már sajnos nem erről szól. Mi próbáljuk azt képviselni, amit egyébként épp Vujčić Tihamér is az ő vidám, örökké pozitív életszemléletével sugárzott. Ha valahol ő megjelent a 60-as, 70-es évek budapesti vagy magyar kultúr életében, ott mosolygás, tánc és öröm volt rögtön szeretet, és mindenki úgy emlékszik rá, hogy igen, ez a pozitív életérzés és ez az életigenlés, amit ő képviselt, az nem csak egyfajta belső megélés volt a részéről, hanem adott is szeretetet az embereknek. A hosszú évtizedek alatt jól összeszokott csapattá váltak, de a fellépések előtt még mindig rendszeresen próbálnak. A Szentendrei koncertre a hatalmas repertoárból olyan dalokat válogattak, amelyeket 10-20 vagy akár 30 éve nem játszottak közönség előtt. A zenekarvezető Eredics Gábor szerint a zene egy nagy csoda, a népzene pedig ezen belül is egy nagyon különleges terület. Van egy olyan műfaj, ami azért olyan nagyon tartósan ott van velünk, mégpedig azért, mert hogy a szájhagyomány hozza létre és tartja fönn. Nagyon szép az írott zene, ahol egy tehetséges közülünk való, akit örülünk, hogy sok talentumot kapott ebből a szempontból, és akkor ő megajándékoz minket fantasztikus zenékkel. De az is egy nagyon fontos része, így teljes az világ, hogy mondjam, hogy amikor bárki dalra fakadhat, amikor egy népi hangszer bárkinek a kezébe kerülhet, és a szájhagyomány hozza létre azt a zenei kultúrát, és tartja is fönt. Tehát minden nemzedék úgy viszonyulhat hozzá, mint az övé. A délszláv nézőnek tekintetében még annyit tennék hozzá, hogy ezt játszani is nagyon jó.
Tehát ezek ilyen pörgős, gyors dallamok, az ember élvezi, hogy pörög az ujja, sokszor ismétlődnek azok is motivumok, de mindig fejlődnek, mindig egy picikét más. Tehát nagyon antropomorf zenei folyamatok ezek. Egy picikét kell nekünk vigyázni, de azt mindig vigyázunk. És most, hogy ilyen 49 évesek vagyunk, most egyre jobb magunk, hogy is mondjam, magától kezd kialakulni, hogy ne legyen túl gyors. Tehát amikor, emlékszem, amikor fiatal korunkban a Baranya Tánc Együttes zenészeiként is játszottuk, akkor micsoda pörgős tempok, micsoda virtuóz dolog. És amikor ilyen zenével kezdtük például a magyarországi közönségnek, ahol főleg mondjuk magyar közönség volt, tehát nem anyanyelvi, hogy így mondjam, akkor azt éreztük, hogy hú, ez egy hideg zuhany. Tehát ez egy túl gyors, ez nehezen befogadható. Hú, de pörög, jaj, hol vagyok? Ugye? És egészen más koncepciót alakítottunk ki, és szerintem ez is sikeres volt a 48 évben, hogy hát talán úgy lehetne szép szóval ezt mondani, hogy egy ilyen pre-evangelizációt vállaltunk, úgy, hogy ez a zene, ez ne csak az anyanyelvi közegébe tudjon hatni, ahol ez persze természetes, hanem mondjuk a magyar többség lelkét, fülét, szívét is megérintse. A Vujčić hangzásába belefér a tambura zene, de a Balkán mélyének fúvós hangszerei is. A könnyedség, az emelkedettség és a drámaiság együtt hat ennek a rendkívüli együttesnek a koncertjein, amely az évek során Szentendre kulturális életének megkerülhetetlen elemévé vált. Egyrészt nagyon készülünk, a mi esetünkben, hát nem volna szabad most 49 évnél abban, hanem nagyon készülünk a jövő évre, és úgy készülünk, hogy valóban azt a 5 évtizedet azt úgy össze tudjuk foglalni, sőt arra is gondolunk, hogy ha valaki eljön egy koncertre, akkor majd látni fogja a programban, hogy de hát arra a másodikra is érdemes elmennem, mert az egy más. Jaj, az meg a harmadik évtizednek a dallami. Ott pedig a fiaikkal játszanak. Hú, ott három generáció lesz egyszerre. Itt meg a Szörényivel együtt, itt meg a Tolsvai Lacival, itt a magyar zenész kollégákkal, stb. Tehát, hogy nagyon sok, itt klasszikus zenészekkel, stb. Tehát, hogy azt igyekszünk bemutatni azt az egész, hát nagyon színes és nagyon változatos öt évtizedet, ami egyébként nagyon jó érzés volt ebben eltölteni ezt az időt. Emberileg is, szakmailag is, zeneileg is, és ezeket akkor összefoglaljuk, és úgyhogy tulajdonképpen már most bíztatok mindenkit, hogy spóroljon nagyon a jövő évre, mert ott a nagy koncerteken kívül, amik nyilván emblematikus nagy helyszíneken lesznek, itt nem hagyjuk ki a Műpát, nem hagyjuk ki a Pesti Vigadot, nem hagyjuk ki a Zeneakadémiát, stb. Folytathatnám a sort, de azért arra is figyelünk, hogy itt itthon is legyünk, és azokon a helyeken, ahol minket szeretve várnak, Pécs, stb. Egyetemi városok, tehát hogy mindenkire gondolunk majd ebben az ünnepi évben, a jubileumi évben, ami jövőre lesz. A Vujčić együttes jövőre ünnepli 50. születésnapját. A jubileum alkalmából a formáció különleges koncertekkel készül a közönségnek.